Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó Plus adását láthatják. A Szentes Annó korábbi adásaiban a pankotai állami gazdaság történetéről mutattunk be összeállítást, melyben részleteket láthattak a Gálfalvi György által a 70-es és 80-as években készült amatőrfilmekből. Az Annó Plus adásában most egy újabb kisfilm segítségével idézzük fel a 80-as éveket, a pankotai állami gazdaság színes mindennapjait. Ma a filmkockák segítségével az 1980-ban megrendezett Omék 69 mezőgazdasági kiállításra látogathatunk el, ahol nem csak megmutatta magát az állami gazdaság, hanem szép elismeréseket is begyűjtött. A tudósítás elején a szakmai kiállításon aranyérmet nyert pankotai kocasüldők és kansüldők láthatóak. Megtekinthetjük a bronzérmes, fésűs merinói juhokat, majd a vásáról látható egyéb állatokat. A kisfém segítségével megismerkedhetünk a korabeli agrárgépekkel és eszközökkel, majd a színes összeállítás felidézi az 1980-as vásár színes forgatagát.
Folytatásban egy olyan anyag következik, amelyet a 80-as években rögzítettek. Az alkotó személye ismeretlen, az állami gazdaság Bolex kamerájával készültek az anyagok Akfakróm Super 8-as fémszalagra. A képsorok segítségével előbb bepillanthatunk az állami gazdaság irodájának életébe, majd egy külső helyszínen zajló építkezésre látogathatunk el. Kedves nézőink, ezzel a Pankotai Állami Gazdaság videóarchívumában tallózó mai adásunk végére értünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikótó Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentesfilm weboldalon és YouTube csatornán. Viszontlátásra!